A következő napirendi pontunk a Bonyváros vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletünknek a módosítása. A rendelet egyetlen egy helyen módosulna, amely lehetővé teszi az önkormányzat 100% tulajdonában álló cég esetében a követelésnek az elengedését, nevezetesen, ami konkrétan erre sor kerülhet a rendelet módosításával, hogy az abakom törzstőke vesztését a tagi kölcsön elengedésével javítani lehet a vagyoni helyzetén, ehhez viszont a vagyonrendeletünknek a módosítása szükséges. Megadom a szót képviselőtársaimnak, van-e valakinek ehhez hozzászólása, bizottságok, valamennyi bizottság tárgyalta, valamennyi bizottság megértette a helyzetet, és támogatta, hogy a rendelet módosításra kerüljön. Nem látok hozzászólást, akkor kérem, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását, indulhat a szavazás. Hét igen, négy tartózkodással a képviselőtestület a rendelet módosítást támogatta.